A szombati premierre készül a Nyíregyházi Társulat, ahogyan premierre készül az a nyírbokori színjátszóegylet, akit a színészek alakítanak. A Gyilkosság a Heversen kastélyban című krimit akarják bemutatni, nagy lelkesedéssel, kevés tehetséggel és szerencsével. Nagy nap ez a bemutató a társulatot vezető rendező életében, hisz sikerült olyan csapatot verbuválnia, és olyan darabot találnia, hogy a szereposztás végre tökéletes lehet. Ez a története a Bohózatnak, amely nagy sikert aratott Londonban, és a Broadway-n is. A nyíregyházi közönségnek hasonló élményben lesz majd része, mint amilyen a külföldi színházak nézőinek volt. Ez egy Londonban és a Broadway-n bemutatott előadás, annak a koreográfiáját csináljuk, de az külön öröm számomra, hogy nem végeredményben nem leutánoztunk valamit, hanem természetesen mondom, koreográfiájában nagyon sok módon megvolt a táncrend, azt megcsináltuk. De a színészekkel fel tudtuk építeni a figurákat, a karaktereket saját magukból, önállóan saját magunk, tehát ilyen értelemben az előadás mégiscsak eredeti lett, és a sajátunk. A nyírbokori társulat rendezőjét, a felügyelőt Gulácsi Tamás alakítja a vígjátékban. Ő a társulat vezetője. Tehát ugye itt a nyírbokori színkörről van szó, és ő a társulat vezetője, ő a hát talán a legprofibb a csapatból, vagy aki a legközelebb áll a professzionális színjátszáshoz. És hát a darab közben is, ugye, amit játszanak, talán ők kapták többször szívrohamot, és próbál odafigyelni, és segíteni, és tovább gördíteni az előadást folyamatosan. A Bohózat szerepeit Dézsi Darinka, Kuti Patrícia, Gulácsi Tamás, Gulyás Attila, Nagydai Gergely, Rák Zoltán, Tóth Zolka és Gyuris Tibor játsszák. A nyíregyházi társulatnak nem kell attól tartania, hogy megbukik a darab, a nagyszerű vígjáték minden bizonnyal a közönség egyik kedvence lesz majd az idei évadban.